Három napon keresztül váltották egymást a csoportok a Városi Művelődési Központ színpadán. Köztük a dunaszerdahelyi Virgoncok bábcsoport is, amely a Kiskondás című bábmesét adta elő. A bábos zsűri tagjai szerint rendkívül magas volt a színvonal, amit az is bizonyít, hogy idén bronzsávos minősítést nem adtak ki. Biztos vagyok benne, hogy egyrészt nagyon sokat számít, hogy a háttérben kapnak segítséget a csoportvezetők, folyamatosan képzik magukat, tehát leginkább saját maguknak köszönhető annak, hogy igényesek magukkal szemben, és mindig akarnak tanulni, megújulni, és mindenkin azt láttuk, hogy mindig többet nyújt az előző évhez képest, mindig egy kicsit átlépi a saját határait. A Feledi Meseláda bábcsoport a Szegény ember citerája című bábjátékkal rukkolt elő. Síkbábokkal dolgoztak, ezt a technikát korábban még nem alkalmazták. A zsűri gyémántsávval értékelte teljesítményüket. Az előadás több hónapon keresztül készült. Mesét válogattunk az elején közösen a gyerekekkel, ők döntöttek a népmese mellett, majd elemeztük a mesét, a mondani valóját, a főszereplőket, és végül a bábok elkészítéséhez fogtunk. A gyerekekkel közösen, illetve a kollégák nagyon sokat segítettek. A Gézengúzok bábcsoport állandó résztvevője a fesztiválnak. A dunaszerdahelyi csoport a Rút kiskacsa című bábos mesejátékért aranysávos minősítést érdemelt ki. Nagyon sok apró gyereket kaptam az idén, tehát megújult egy kicsit a csoport, a nagyok kimentek, és sok apró gyerek lett. Mindenféleképpen állatmesében gondolkodtunk, és az igazság, hogy a mondani valójában volt még egy nagyon nagy szerep, hiszen azért a mai világban ez a csúfolódás, a kiközösítés eléggé egy mindennapi dolog, úgyhogy a gyerekeknek nagyon tetszett azért a mese, hogy azon kívül, hogy állatmese, a mondani valója is egy nagyon fontos üzenet. Az ugyancsak dunaszerdahelyi Fókusz gyermekszínpad szép sikereket könyvelhetett el. A csoport gyémántsávos minősítést kapott, szerepelhet a Budapesti Fesztivál Nyertesek Fesztiválján. Varga Zaránt pedig külön díjat érdemelt ki Ludas Matyi szerepének megformálásáért és a zenei közreműködésért. Főszerepet kaptam, de nem ezért szerettem meg. Nem valahogy engem nagyon megfogott ez a darab, hogy lényegében a Dömrögi ad a Ludas Matyinak emberséget arra, hogy úriember legyen. Elsősorban a mi ötleteinkből merítettek felkészítők, mindenki beleadott mindent, és úgy állt össze a darab. A zsibongó kis színpad sem hiányozhatott a döntőből. Az Oda az igazság című színdarabért három díjat is kaptak a fülekiek. Aranysávos minősítést, a gyerekzsűri díját, valamint külön díjat a legszellemesebb előadásért. Az alapkoncepció az volt, hogy a klasszikus népmesét egy kicsit aktualizáljuk, mai köntösbe öltöztessük, és hát ezt a fiatalos reppelés, a zene és egy pici politikai megspékelést tette, hiszen a gyerekeimtől, a kvartals gimnazistáktól már nem áll távol a társadalomkritika. Az igazságról mi úgy érezzük, hogy ebben a mai korban gyakran leesik az i, és marad csak a gazság, és mi erre is szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy a gyerekek és a fiatalok kezében van az a lehetőség, hogy ők visszarakják az i-t és az i-re a pontot. Az eredményhirdetés részeként átadták a Dusza István díjat, a fesztivál életműdíját. Az elismerést In Memoriam Tilajcsi Kiminek ítélték oda a Dunamenti tavaszon végzett kiemelkedő munkája elismeréseként. A díjat lánya Edith vette át.